She does a lot of daydreaming, imagining herself as the extrovert that she is not. Egy virágos pörkölésű kávéval kezdődött, amit Szekszárdon kóstoltam, utána homebaristaként elkezdtem otthon kávékat készíteni, és 5 éve vásároltam meg az első kávépörkölőmet, akkor kezdtem el kávét pörkölni. Fontos, hogy a zöld kávé már magas tengerszint feletti magasságban legyen, mert a savak minél magasabban vagyunk, annál jobban fejlődnek. És én azt szeretem, hogyha savas, édes és mellette tiszta ízek vannak egy csészében. Mert volt régen az olasz iskola, hogy 6 g kávéból készítünk egy eszpresszót. 12 g-ból egy dupla eszpresszót, ez most már teljesen átalakult. Fejlődik a technika, a technológia, a gépek, minden megváltozott az elmúlt 10 évben. Szeretném, hogy a régióban elterjedjen, hogy frissen pörkölt kávét igyanak az emberek, hogy megérezzék azt a különbséget, hogy mennyivel másabb egy frissen pörkölt kávé, mint egy bolti kávé. Igazából, hogy tejjel vissza vagy tej nélkül, nekem az mindegy, csak az a lényeg, hogy jó minőségű kávét igyanak otthon is az emberek.